Jó estét kívánok, Gédó Tanita vagyok. Connect to Escape programunk harmadik estjéhez érkeztünk. Eddigi programjaink alatt beszéltünk a bizalomról, tegnap pedig a korrupcióról, hogy mit tehetünk mi, mint egyén a korrupció visszaszorítása érdekében. És hogy ma miről fogunk beszélgetni, és hogy ma mi lesz a témánk, rögtön megkérdezem fő előadónkat, Miroslav Fujicsot, aki még esetleg nem ismerné, bemutatnám, hogy Londonból érkezett hozzánk, az antropológia és teológiai tudományok professzora. Fogadjuk nagy szeretettel és nagy tapssal Zarkáné Teremi Krisztinával, fordítójával együtt. Miről fogunk ma este hallani tőled? What are we going to hear about? Jó estét. From you today. Jó estét. We want to focus about our life. Ma este az életünkre szeretnénk figyelni. And of course, figyelni. Life is so broad topic. És természetesen az élet olyan széles körű téma. The main question about the life will be. A fő kérdés, hogy az élettel kapcsolatban. What is the purpose of our life? Hogy mi az életünknek a célja? Are we surviving or do we have a meaning of life? Csak pusztán a túlélés a cél, vagy van is valami értelme, célja az életünknek? Charles Darwin said there is a natural selection. Darwin azt mondta, hogy van egy természetes kiválasztódás. Those who are very strong and powerful, they survive. Azok, akik nagyon erősek, akik a legerősebbek, azok élik túl. So are we surviving every day? Vajon minden nap a túlélés a tét? Or is there any more meaningful purpose of every day? Vagy pedig a hétköznapjainknak van nagyobb célja is. So that's our topic for tonight. Ez a ma esti témánk. Köszönöm szépen. Ezzel a témával kapcsolatban megkérdeztük az utcaemberét is, úgyhogy most erről nézzünk meg egy rövid videót. Jelenleg az a célom, hogy elvégeztem sikeresen a középiskolát, és ugye a sportokban kitűnjek. Ugye mindenkinek saját magába fogalmazódik meg, hogy mi az élet célja, és ezt kell elérnie, úgymond, de ezt úgy elérni, hogy ezzel másnak ne okozzon kárt. Szerintem így ez. Nos, hát szerintem így egymás között megtaláljuk a boldogságot, meg így segítsünk egymásnak, és hogy így közösen egy jobb életkörülményt teremtsünk egymásnak. Hát a család, a gyerekek, a béke, és családon belül is a szeretet és a megbecsülés, nem az anyagiasság. A körülöttem lévő személyeknek a tanácsai, útmutatásai, meg egyetlen saját megérzéseimre hallgatok. Az elhatározás maga, hogy ambíciózus vagyok, tehát ezért jöttem föl Pestre, úgyhogy itt megyek előre, törtetek. Hát igazából a végleges életcélt még nem igazán találtam. De leginkább a családi hátterem és a szüleim biztatása, meg a szüleim életcéljait követem. Barátcsalád támogatás az mindenféleképpen kell, nem csak nekem, hanem másoknak is. Ha nincs, akkor keresse magának, nem muszáj, egyszerűen egyedül nem lehet. Nem tudom, mert még odáig nem jutottam, de nagyon unalmas lehet, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Magányos, unalmas. Céltalan. Ő csak él. A vakvilágban. Sajnálom azt, akinek nincs élet célja. Remélem, mi hamarabb meg is találja, hogy legyen. Hát nem tudom, a barátaira biztos számíthat. Az ugye el van magával, az annak igazából nincs értelme élni. Hogy is finoman fogalmazzunk. Többféle véleményt hallottunk ma este is, és én bízom abba, hogy az itt ülőknek és a számítógép előtt ülőknek is van életcéljuk. De beszélgessünk most erről egy kicsit. Akik itt vannak az asztal körül ülnek, most adunk pár percet, hogy már átbeszéljék azokat a kérdéseket, hogy mi segíthet megtalálni az életcélunkat, illetve mi is milyennek írnánk le azt az embert, akinek nincsen életcélja. És amíg itt a helyszínen beszélgetnek, nagyon kíváncsian várjuk, hogy az online nézőinknek mi a véleménye. Törőcsik Mésző Viktória és Horváth Péter a műsor teljes ideje alatt várja a chat beszélgetéseket. Igen, Anita, érkeztek kommentek. Először is arról érdeklődtünk az emberektől megint, mint eddig, hogy honnan néztek bennünket. És örömmel látjuk, hogy sokan ugyanonnan próbálnának nézni. Igen, most meglepődve hallottuk, hogy nem megy az adás, többen is visszajeleztetek. Miközben itt mi elindítottuk a mai estét, a programot, és ma az utcaemberét is megkérdeztük erről az életcélről. Most éppen meg is kérdezem őket, hogy látnak-e már valamit. Na, hát azt írják, hogy nem. Úgyhogy nem is tudom, hogy akkor mi csak magunkba beszélünk most akkor.
Hát, ha végig is valaki közben, meg mégis látja, úgyhogy akkor mondjuk el. Nem. Can anyone hear me? No. Azt mondják, hogy nem. Hát, ez... Oké. Okay. Azt mondja... Jó, van, aki lát az minket. Az édesanyám azt mondja, hogy ő lát minket, tehát ezek szerint ez nem egy mindenhol probléma. Van, aki azt mondja, hogy lát minket. Most hogy? Ott sem megy. Úgyhogy ez most nem egy több helyen nem megy az adás, és sem látok semmit, de hang sincs. De ezek szerint van, aki mégis lát. Úgyhogy akkor... Mi már itt beszélgetünk, ugye, tünk, annak a reményében... Reményében... Hogy láttok minket, látok. Arra az esetre, hogyha valakit mégis látnak, én elmondanám, hallottok. Hogy a tegnapi kvíz nyertesei minket. Simon László, Renáta Tóth, Éva Nagyné Kálmán, Attila Cékmán, Balogh Debora, Szekeres Judit, Pacsita Csana. Oké, szóval van, amelyiken megy, se kép, se hang, sajnos nálunk sem megy hát. Van, aki lát minket, úgyhogy... És Betina Kovács. Jelentkezzetek a nyereményért. Balogh Deborát, hogy milyen böngészővel néz. Neki megy. Milyen böngészővel néz, mert ő lát minket. Uh-huh. Uh-huh. Már. Jeleztük technikus kollégáinknak. Azt tanácsolják a technikusok azoknak, akik nem látnak bennünket, hogy frissítsék a honlapot. Most mondtál be, hogy frissítsék. Mindenesetre mi legalább, akik csetelünk kérünk egymással. Kérünk titeket, hogy frissítsétek a honlapot. Kérünk titeket. Én azokhoz beszélek, akik közben látnak bennünket, ő pedig most azokhoz, akik nem látnak minket, és próbál igyekszik velük csetelni. A legtöbben hasonló válaszokat adtatok, illetve olyan válaszokat kaptunk, amik a videóban is elhangoztak, hogy az élet célja boldogság, de van, aki látja. Boldogság, öröm, olyan élet, hogy az másnak is követendő példa legyen, tudjunk adni segítséget, szeretetet. Ez egy szép, önzetlen életcél. Évától kaptuk ezt a hozzászólást, aki pont azok közé tartozik, sajnos, aki most nem lát bennünket. Aztán valaki azt mondja, hogy a jellemfejlesztés, neki ez a célja. És arra kérdésünk rá, hogy milyennek írna le egy céltalan életet, azt mondják, hogy az olyan élet úgy gondolkozik, hogy élj a mának, kicsapongó, nem visz előre. Közben jelezett már valaki vissza, hogy... Nem látnak. Valaki nagyon kevesen mondják, hogy látnak bennünket. Ez nagyon érdekes, hogy lehet az, hogy valaki lát, valaki ez, nem. Ez igen, ez van, ahol megműködik. Hát jó, tegyünk sajnáljuk. Úgy, mintha... Mintha látnának? Mintha látnának, te beszélj velük. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Nem látnak. Jó? Tehát igen. Angliában sem hallunk, látunk. Bocsánat, azért nézekedek ki közben oldalra, mert tippeket, tanácsokat kapunk. Egyelőre azt, hogy vissza kell adnunk a szót, és reméljük, hogy a technika megoldja azoknak, akik nem látnak bennünket. Első műsorunk alkalmával megismerhettük Simon Márkot, aki ma estére is készült nekünk egy szép számmal. Rolf Lowland, Te felemelsz című számát fogja énekelni. Fáj, és kételj lakik benne,
A csüggedés oly közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben. Megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, erőd adód, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békén, nem élhetek te nélküled tovább. Rád nézek, lelkem megtelik csodával, az életem fényed ragyogja át. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőd adód, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az útod. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőd adód, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőd adód, velem vagy, nem hagysz. Nem fogy el sosem. Oly erőt adsz, mely nem fogy el sohasem. Simon Márnak a gyönyörű éneket, és ahogy azt már megszokhatták, minden este szánunk néhány percet az egészségnek. Most vendégünk dr. Gáspár Róbert, aki, hogyha jól tudom, a D-vitaminról fog beszélni nekünk, úgyhogy gyere Róbert, tiéd a perce. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és valóban a mai témánk a D-vitaminról fog szólni. Igazából az előadás címe az, hogy kell-e szednem D-vitamint, hiszen hogyha figyeljük a híradásokat, a sajtót, a reklámokat, az egészségügyi tanácsokat, egyre többen arról beszélnek, hogy együnk még több D-vitamint, mert D-vitamin hiányosak vagyunk. Ugyanakkor azért mindig lehet egy kicsit gyanakodni, hogyha azt mondják, hogy valamit mindenkinek szedni kell, akkor az nem biztos, hogy pontosan úgy igaz, és ez igaz a D-vitaminra is. Nézzük meg, hogy a D-vitamin igazából milyen mennyiségben szükséges számunkra. Ezek az egységek, amik itt az ábrán láthatóak, valószínűleg nem sokat segítenek a mindennapjainkban, hiszen fogalmunk sincsen, hogy mennyi nemzetközi egység van az élelmiszerekben, vagy éppen mennyi nemzetközi egységet kéne fogyasztanunk. Ezt az ábrát csak azért mutatom be, hogy jól látszik rajta, hogy minél inkább
idősödünk, csecsemőkortól egészen a felnőttkorig. Egyre több D-vitaminra van szükségünk annak érdekében, hogy a D-vitamin hiányt megelőzzük. És azt is megláthatjuk erről a táblázatról, hogy az obesz felnőttek, az elhízott felnőttek számára még több D-vitamin kell, majd erre még visszatérünk. És van még egy olyan állapot, amikor a D-vitamin igény különösen fontos, ez pedig a terhesség. Tehát van igényünk a D-vitaminra, és hogy miért van igényünk rá, ezt a következő ábrán láthatjuk, ugyanis a D-vitamin nagyon sok minden betegség okozója lehet, ha nincs meg a szervezetünkben. Talán mindenki tudja, és mindenki tanult biológiát az iskolában, hogy van olyan betegség, hogy angol kor, ami lényegében a D-vitamin hiányában létrejövő csont gyengeséget jelenti. De ezen kívül, ami nálunk ugye angol kor nem nagyon van szerencsére, hiszen azért süt a nap eleget, de ezen kívül nagyon sok olyan betegség van ma már, amiről tudjuk, hogy a D-vitaminnak köze van hozzá a hiányának. Ilyen például a csontritkulás, ami népbetegség, számít, vagy ilyen számos daganatos betegség, elsősorban az emlődaganat és a vastagbéldaganat, ami kifejezetten D-vitamin hiányában a kockázata felerősödik. Cukorbetegségnek is köze van a D-vitaminhoz, minél kevesebb bennünk a D-vitamin, annál rosszabb a szervezetünknek az inzulinra adott válasza, tehát ebből a szempontból is fontos, hogy megfelelő legyen a D-vitamin szintünk. De láthatjuk itt a felsorolásban, hogy vannak keringési betegségek, amelyeknek köze van a D-vitaminhoz, autoimmun betegségek, vesebetegség, és felhívnám azt, hogy a fertőző betegségekkel szemben is, akár a légúti fertőzések, akár a közelítő influenza járvány előtt a vírusfertőzésekkel szembeni védelmünk is gyengébb, ha nem megfelelő a D-vitamin mennyisége a szervezetünkben. Az elhízás szempontjából is rossz a D-vitamin hiány. Egyes adatok szerint talán a hajunk is jobban hullik, ha nincs elég D-vitaminunk, de persze ezen még vitatkoznak. Ami viszont biztos, hogy a hangulatunk rossz lesz. A hangulati betegségek, a depresszió kialakulásában óriási szerepe lehet annak, hogy nincs a szervezetünkben elegendő D-vitamin. Itt az ideje, hogy megnézzük, hogy hogyan juthatunk D-vitaminhoz. A D-vitamin keletkezése szerencsére jól megtervezett dolog. A teremtő úgy alkotta, hogy nem sok mindent kell csinálni, csak ki kell menjünk a napra. Ez az ábra azt mutatja be, hogy a szervezetünkben van egy koleszterin származék, ami egyébként magából a koleszterinből keletkezik. Sokan károsztatják a koleszterint, hogy le a koleszterinnel, abból se jó túl sok, de például a D-vitamin és nagyon sok más hormon éppen a koleszterinből keletkezik. Szóval a koleszterin a szervezetünkben, ez a koleszterin származék a napsütés hatására átalakul egy kolekalciferol nevezetű vitaminná, vagy anyaggá, ez a D3 vitamin, és aztán ez a májunkban tovább alakul egy másik származékká, és aztán a vesénkben tovább alakul egy harmadik származékká, és ez lesz majd az az aktív D-vitamin, úgy is nevezünk, hogy kalcitriol, ami kifejti majd a D-vitamin hatását a szervezetünkben. Ebből az is következik, hogy a D-vitamin nem is igazából vitamin, mert nem kell bevinni a szervezetbe, csak meg kell sütessük magunkat. A kétségtelen azonban az, hogy be lehet vinni táplálékkal is, ilyenkor a táplálékkal a D-vitamin valamelyik formáját visszük be, és a májunk és a vesénk segítségével kialakul az aktív D-vitamin a szervezetünkben. Melyek a D-vitamin források, amelyek a napsütésen kívül biztosíthatnak számunkra D-vitamint? Hát a tejtermékekben van, de nem túl sok. Tehát akár a tej, akár a sajtok, akár a vaj fogyasztása némi D-vitamint biztosít a szervezetünknek, de ez nem lesz elég. Az olajos magvakban, gabonákban is előfordul némi D-vitamin, de ez se lesz elég. És hát ott van az a jó kis lazacellet, amit bemutattak. Igazából a halolajban van D-vitamin, talán az idősebbek emlékeznek, hogy volt ilyen, meg most is van, hogy csukamájolaj, amivel a D-vitamin pótlást oldották meg régen. Hát ennek egyetlen hátránya van, hogy rendkívül büdös, tehát hogy igazából ez nem egy jó terápia, de kétségtelenül hatásos, tehát a halolajban is magas a D-vitamin tartalom, de ahhoz nagyon sokat kell belőle enni. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy táplálkozással bevihettünk némi D-vitamint, de a legjobb a napsütés. Mit csináljunk? Mondhatják azt, hogy mi a csodának beszélünk október elején erről, jobb lett volna nyáron, ebben van némi igazság, de most se késő. Igazából a D-vitamin olyan mennyiségben keletkezik a szervezetünkben, hogyha egy nyári napon
kiállunk ruhátlanul, de ne tegyük ruhátlanul, mert ez illetlenség, de végülis a mai fürdőruha divat nem sokkal kevesebb, mint a, vagy több, mint a ruhátlanság. Szóval, ha kiállunk fürdőruhába a nyári tűző napra, akkor egy perc alatt annyi D-vitamin keletkezik, amennyi egész napra elég. És hogyha ezt hozzáadjuk, ha kiállunk 15 percre, akkor 15 napra való D-vitamin keletkezik, ami a szervezetben raktározódik, és körülbelül 2-3 hónapig megmarad, tehát 2-3 hónapig eltart a szervezetünkben a D-vitamin. Ami nagyon fontos, hogy ha rövid ujjúba megyünk, akkor lehet, hogy 15 perc is kell ehhez. Ami nagyon fontos, hogy ez nem csak nyáron működik, hanem lényegében márciustól októberig, tehát ha holnap kisüt a nap, feltétlenül menjünk ki a napra, és gyűjtsünk még egy kis D-vitamin télire. Ami még ennél is fontosabb, hogyha nyáron legközelebb napozunk, nehogy bekenjük magunkat nagyon fényvédő krémekkel, mert ha nem barnulunk le, akkor a D-vitamin sem keletkezik a szervezetünkben. Tehát lényegében, akinek szüksége van D-vitamin pótlásra, az csak olyan, akinek valami baja van. Csontritkulásban szenved, különböző hormonális betegségben szenved, máj- és vesebetegségben nem tud elég D-vitamin termelni, elhízott, vagy a napsugárzástól elzártan él, és hát felhívnám a figyelmet mindenkinek, főleg a fiatalabb korosztálynak, hogy a számítógép monitorról, a tabletről és a mobiltelefonról lehet, hogy süt a nap, de abból nem fog keletkezni D-vitamin. Mindenkinek D-vitaminban gazdag, boldog őszt és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Ma is eljött a játék ideje, úgyhogy én szólítom magam mellé Pétert, aki segíteni fog ma is a kvíz játékokban, és bátorítom önöket, hogy bátran jelentkezzenek, hiszen nagyon egyszerű kérdéseket válogattunk ma is. Természetesen, akik a képernyőkön keresztül néznek minket, önök sem maradnak le a játékról, hiszen Viki és Péter valószínűleg ma is megosztották már a játékszabályokat, és a helyes választ beküldő személyeknek postán küldjük el az ajándékot. Szóval, akkor az első kérdésünk, lássuk is rögtön. Magyarország területe hány megyére oszlik? A. 19, B. 20, vagy C. 21? Ez biztos azért könnyű. Első kéz, ott volt el hátul az első kéz. 19, hát, és a válasz helyes. Egy nagy tapsal díjazzuk elsősorban. Egy nagy kiút magazinnal. És egy hanglemezzel. Gratulálunk. És itt is a helyes válasz. Második kérdésünk, kitől származik az alábbi idézet? Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csenges éjünkön át, s csillansd elénk töréken játékunkat, a reményt. Egy varázslatos magyar írónktól van, annyit már elmondok, de hát látjuk is itt a variációkat. Szerintem hölgyek az elsőbségért élvezhetik most. Majd meglátjuk. Meglátjuk. A. Arany János, B. Babicsi Mihály, vagy C. Benedek Elek. Az irodalom órák emlékeim most visszatérhetnek. Én izgulok, hogy a hölgyek jelentkezzenek elsőnek, mert... Na, idejük. Nagyon jól hiszik, hogy Babics Mihály is ez a Karácsonyi Ének című műből egy részlet. Nagy tapsot kérünk szépen! Megmentett engem. És egy kis biológia óra. Az alábbiak közül melyik védett állatunk eszmei értéke a legnagyobb? A. Keresztes vipera, B. az űrge, vagy C. réti füles bagoly. Hát itt tippelni is ér, szerintem. Tessék. És a válasz helytelen, úgyhogy kiesett már egy lehetőség. A füles bagoly, a réti füles bagoly. Valóban. A C megfejtés a helyes, ismét nagy tapsot kérünk. Még egyszer gratulálok. És az utolsó kérdésünk, hogy melyik népszokásunk, népünnepünk nem télen esedékes? A. Luca napja, B. pünköst, vagy C. regölés? Én itt láttam az első jelentkezőt. Máté. A pünköst. Nagyon jó. És a válasz helyes. Gratulálunk. Köszönöm, parancsolján. Gratulálunk. Köszönjük szépen a játékot. Mm.
Ma este sem maradunk történet nélkül, hiszen Szabó Otto a vendégünk, akitől hallgassunk meg valami tanulságos történetet. Otto, átadom a terepet. Köszönöm szépen. Az én történetem nem rólam szól. Ezért elnézést is kérek. De nagyon kedves számomra ez a történet, és nagyon tanulságos. Nem is férfiról szól a történet. Nem is ebben az országban történt. Nem is a mi mai jelen időnkben történt. Egy távolabbi országban, korábbi időben. De olyan ez a történet, mint egy állatorvosi ló, amelyen minden betegség megtalálható, és ha jól megnézzük, az egyes betegségek legtöbbje önmagában is halálos lehet. Ez a történet és a történetünk főhőse nem fizikailag beteg, hanem lelkileg lesz beteg. Dorin a II. Világháború előtti években született Angliában, London külvárosában. Az édesapja alkoholista volt, egy kegyetlen ember üldözte a családját, az édesanyja hamar elhagyta a családot, elhagyta a lányát is. A 10 éves korában levő lány menekült a családból, és barátok után kutatott, és megélhetés után kutatott. És az éjszakai életben talált menedéket magának. Striptease táncos nőként kezdte el keresni a kenyerét, és Diana művésznévre kereszteltetve magát, folytatta a munkáját. Nem sokkal később egy sátánista csoporttal került kapcsolatba. Bekéreckedett a titkos szeánszukra, és ott felfigyelt rá a király főpap sátánista, és az ő szerelme lett később. Ezután a sátánista körben minden erővel és lehetőséggel felruházták, hogy paranormális cselekedeteket folytasson, a varázslás és a legkülönbözőbb tevékenységeket bírta, és ennek a képességével rendelkezett. Nem sokkal később, idézőjelben mondom, méltán nevezték a boszorkányok királynőjének. Sokáig lehetne folytatni a történetet, az időnk nagyon rövid. Odáig vezetett ez az út, hogy a lány megbetegedett, súlyosan megbetegedett, és mikor megbetegedett, kórházba került. Többször is kórházba került, és a kórházban vizsgálták. Nem sokkal később megállapították, hogy menthetetlen, legalábbis gyógyíthatatlan elmebetegséget kapott. És elmeintézetbe zárták, ahol egyszer meglátogatta egy látogató, és egy új szövetségi szentírást vitt számára. A lány elkezdte lapozgatni, és valami fénysugár szűrődött át a szentírás lapjaiból. És elkezdett reménykedni. De vajon van kiút, van menekülés, van lehetőség a gödör fenekéből kikapaszkodni? És hosszú vergődés után 7 hónapon keresztül küzdött, míg végre kiszabadult a démonok fogságából. Míg végre kikerült a napfényre. Míg végre megszabadult attól, ami korábban megkötözte. És utána nagyon komoly elhatározást tett ez a lány, mikor meggyógyult. Elhatározta, hogy azoknak a fiataloknak, és nem csak fiataloknak, akik hozzá hasonló életben élnek, azoknak, akik prostituáltak, azoknak, akik kábítószerfüggők, azoknak, akik a démonok hatalma alatt élnek, azoknak fog segíteni. És ezt a munkát véghez is vitte. És a tapasztalatait megírta egy könyvben, melynek azt a címet adta, a fekete mágiától Jézus Krisztusig. Ez az én történetem, ez számomra nagyon sokat mond. Nagyon sokat mond, mert elmondja azt, hogy egy mélyre süllyedt lány, akinek kilátástalan volt az élete, meglátta azt a fénysugárt, ami megoldást hozott számára. Meglátta azt, hogy nem kell elpusztulnia, idő előtt meghalnia, nem kell az erkölcsi fertőbe elsüllyedve elmerülnie, hanem van szabadulás. De vajon mi, vagy ki okozta
ezt a csodálatos szabadulást. Erről beszélgetünk még ma este. Köszönjük szépen a történetet, akkor én meg is adnám a lehetőséget arra, hogy most újból beszélgessünk. Akkor a kérdés nem más, mint az, hogy mi is volt Diana-nak az élet célja, mi adta meg az élet célját, és hogy vajon törvényszerű volt-e, hogy ilyen tragikus sorsra jusson. Ugyanezt a kérdést szeretném feltenni akkor az online nézőknek is. Viki, Péter, tiétek a szó. Köszönjük. Köszönjük a szót. Szépen, hát végre. Kicsit köszöntünk mindenkit, végre. És úgy érzem, hogy most már talán láttok bennünket, és így egy kicsit más a mi kedvünk is. Viki, hát ez nehezen éltük meg ezeket a pillanatokat. Nézzük meg azt, hogy közben mi történt. Arról is próbáltunk beszélgetni, amiről közben a műsor szólt. Ugyanis feltettük a kérdést, hogy törvényszerűnek látjátok-e, hogy ha valaki hátrányos körülmények között nő fel, akkor soha ne emelkedhessen ki onnan? Ugye most ezt a hasonló kérdést kapták meg a többiek is, és erre kaptunk is válaszokat. Hát azért... Hogy úgy érzed, hogy az, én azt hiszem, hogy a válaszok nagyon jól tükrözik azt, hogy azért ez nem egy könnyű helyzet. Azt írja Szabolcs, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Ben Carsonnak a nevét említi, ugye, aki híres orvos, akinek története gondolom sokaknak ismerős. Tökéletes példa, ha valaki esetleg utána szeretne nézni, Ben Carsonról sok anyagot találhat egyébként. 5. osztályban még utolsó tanuló volt, és pár év alatt az élen harcol már, és hát világhírű orvos most. Életeket mentett. Így van. Attilától kaptunk egy személyes tapasztalatot. Azt írja, hogy ő egy 20 négyzetméteres házban élt 6 éves koráig. A húga vak volt, és szenvedélybetegek a szülei. És most boldog is ismerjük őt elégedett. Attila, egy másik Attila, emlékeztet bennünket Nick Vujicic. Ugye mindannyian ismerjük őt. Nick Vujicic példájára, ami nagyon szemléletesen mutatja számunkra, hogy nem kell feladni. Ehhez kapcsolódik talán egy negatív komment, valaki azon sajnálkozik, de ez tény, mert ezt látjuk a világon magunk körül, hogy sokszor látni mozgássérülteknél, családokban, hogy nagyon sok szülő esetében lehet látni, hogy úgy neveli a gyerekét, hogy úgy neveli, hogy a gyermek se lásson esélyt arra, hogy egyszer képes lesz az önálló életre, mint épp emberek. És ennek az ellenkezőjét bizonyítja ugye Nick Huit is, és ehhez kapcsolódik még, amit Zsolt írt nekünk komment, Zsoltnak is. Zsoltnak a kommentje. Motiváció az egyik leglényegesebb pont a felemelkedésben. Sokszor, aki lejjebbről jön, az motiváltabb és küzdőbb, mint akinek megadatik minden. Én azt hiszem, hogy mi itt Kelet-Európában egy bizonyos handicappel indulunk, de talán ezt úgy látjuk, hogy ez egy balsors, ez nehézség, miközben éppen ez adja meg nagyon sokszor a kiugrási lehetőséget számunkra, hogy mi kicsit keményebben, kicsit elszántabban tesszük a dolgunkat. Hát ez egy kicsit olyan, hogy visszautal a tegnapira, amikor arról beszéltünk, hogy a legelső estére, hogy a nehézségek miért vannak az életben. Van egy nehézség, nagyon sokszor azon átlendülés, azon való átlendülés az életben hihetetlen áldásokat, hihetetlen plusz következményeket hoz. Nos, hát van itt még egy negatív komment, amit megemlítünk, azt írja valaki, hogy sok munkatársa van, aki 40-en túl van, és még mindig a szülőkkel él, és nincs vágya változtatni ezen. Ez is kapcsolódik ahhoz, hogy a motiváció mennyire fontos, amit Zsolt írt. Igen, tehát hogy itt hiányzik a motiváció, jók a körülmények, mert hiszen anyuka megfőzi, oda teszi, és nem akar változtatni. Viszont nagyon sok mindenről lemarad ez a személy. Nem tudom, hogy ezt osztjátok-e. Jó? Nagyon jók ezek a tapasztalatok, főleg a bátorító, erősítő tapasztalatokat nagyon jó olvasni. Ezeket még bátran írjátok továbbra is, mert jó olvasni mindannyiunknak egymás megerősítő tapasztalatait. Én azt hiszem, hogy több olyan példát láthatok már az életben, amikor ez a hátrány, ez később előnyé vált. Tehát ne adjuk fel.
Lehet, hogy egy picit most már annyi mindent mondtunk erről, hogy már azon kezdenék el aggódni, hogyha nem volt hátrány az életemben, akkor hogyan fogok előre jutni. Na hát lassan lejárt az időnk, úgyhogy át kell adnunk a szót. See you.
So it was a conversation between man and boy. Volt egy párbeszéd egy fiú és egy férfi között. Man asked the boy. A férfi megkérdezte a fiútól. What are you doing? Mit csinálsz? And he said, I'm going to school. A fiú azt mondta, hogy iskolába jár. Why do you go to school? De miért jársz iskolába? To study. Hát azért, hogy tanuljak. Why do you study? De miért tanulsz? To be smart. Azért, hogy okos legyek. Why do you want to be smart? Miért akarsz okos lenni? To get good job. Azért, hogy jó állásom legyen. Why do you want to get a good job? Na de miért akarsz jó állást? So I can make a lots of money. Azért, hogy sok pénzt tudjak keresni. Why do you want to make a lots of money? Miért akarsz olyan sok pénzt keresni? So I can eat. Azért, hogy enni tudjak. Lots of money to eat. Sok pénzt, hogy enni tudjak. So why do you want to eat? De miért akarsz enni? Because I want to live. Azért, mert élni akarok. And then the question, why do you want to live? Aztán feltette a férfi a kérdést, hogy te miért akarsz élni. And now boy stopped a little bit thinking. Most a fiú egy kicsit megállt és elgondolkodott. He scratched his head. Így megvakargatta a fejét. And he said, és azt mondta, to die. Azért, hogy meghalljak. So our topic is, what is the purpose of life? A mai témánk, hogy mi az életnek a célja? Why do we live? Miért élünk? What is the basic purpose of your living in this world? Mi az alapvető célja annak, hogy ebben a világban élünk? Are we just survivors? Csak túlélésért küzdünk? Or we have a purpose? Vagy pedig van is célja az életünkben? Some people are driven by guilt. Vannak olyanok, akiket a bűntudat hajt. When they get up in the morning, amikor reggel felkelnek, they always feel guilty. Mindig olyan bűntudat nyomasztja őket. I've done something wrong. Valami rosszat tettem. Oh, yesterday I was not good. Tegnap nem csináltam, nem voltam jó, vagy a múlt And all the time living in a certain guilty situation and condition. És állandóan folyamatosan mindig a bűntudat nyomasztja őket. Some people live being worry and fear. Másoknak az életét az aggodalom és a félelem nyomasztja. They get up in the morning and they worry. Nem tudnak boldogan felkelni reggel, mert aggódnak. Come to the work on time? Vajon időben beérnek a munkahelyükre? Or is it going to be a traffic accident? Vagy pedig lehet, hogy lesz egy baleset. Oh, it's going to be bad weather. Vagy rossz lesz az idő. Oh, can I make it this? Vagy talán ezt fogja csinálni. Constantly worrying every day. Minden nap állandóan aggódik. Some people are driven by insecurity. Másokat pedig a bizonytalanság érzése. They always say, I am not sure that I can do it. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt képes vagyok megtenni. So always they have a kind of defensive attitude. Az szinte mindig állandóan védekező a magatartásuk. And insecurity. És a bizonytalanság jellemzi őket. They're not sure they can do it. Nem biztosak abban, hogy képesek lesznek Some megtenni. People are driven by anger. Másokat pedig a harag hajt. They got them in the morning. Reggel felkelnek. First sentence. Az első mondat. Bad words. Csúnya szavak. Swearing. Káromkodás. Upset. Mérges. They're angry at everyone. Mindenkire haragszanak. Even themselves. Még saját magukra is. The purpose of life? Az életnek a célja? That's our topic. Ez a mi témánk. Some people are driven all through life by resentment. De vannak olyan emberek is, akiket az egész életük során a sértődöttség hajt. Feeling they are not treated fairly. Úgy érzik, hogy nem tisztességesen bánnak velük. You see, my boss told me this. Hát a főnököm ezt mondta. Oh, my wife told me that. A feleségem azt mondta. Oh, my neighbor. A szomszédom. I'm not treated well. Nem jól bánnak People velem. Cannot understand me. Az emberek nem értenek meg. I'm always misunderstood. Mindig félreértenek. So every day is like that. Minden napjuk ilyen. Some people are driven by their past. Vannak olyan emberek is, akiket a múltjuk hajt. They always said before was better. Mindig azt mondják, hogy valamikor régebben jobb volt. And they always live in the past. És mindig a múltban élnek. And they can never enjoy the present time. Úgyhogy soha nem képesek élvezni a jelen. Future? A jövő? Fog.
az teljesen ködben so van. It's better to live in the past. Úgyhogy sokkal jobb a múltban élni. Some people are driven by their possession. Vannak, akiket a megszerzett javaik hajtanak. You see what I got? Nézzétek, hogy nekem Any people come to visit van. Them, they are showing off all the goods they have. Hogyha valaki meglátogatja őket, akkor mindenüket büszkén mutogatják. Some people are driven by obsessions. Másokat valamilyen megszállottság vagy mánia like hajtja. Like movies or sport. Amit nagyon szeretnek, mondjuk a If filmek vagy a sport. Game, ha van egy futballmeccs. No friends. Akkor nem számítanak no a barátok, a család. Or water polo. Vagy pedig a If Hungary plays water polo, then that's number one. Hogyha a Magyarország vízilabda, tehát a Magyarország csapata vízilabdázik, akkor az a legfontosabb. So becomes the purpose of life. Tehát ez lesz az élet cél. The obsessions. Ez az, ami hajtja őket. Some people with the addictions. Másoknak vannak bizonyos szenvedélyeik. I heard people saying, "Where's the coffee? If I don't get coffee within a few minutes, I'm going to collapse." Hallottam már emberektől azt mondani, hogy hol van a kávém, hogyha nem kapok egy kávét pár percen belül, akkor mindjárt összeesek. So the addiction is driving their life every day. Úgyhogy vannak, akiket ilyen szenvedélyek hajtanak minden nap. Some people are driven by their parents. Másokat pedig a szüleik. Even their grown-ups. Még akkor is, hogyha felnőttek But I have már. To phone my mom and ask. De fel kell hívnom az anyukámat, és meg kell kérdeznem. Always checking with the parents. Mindig a szülőktől engedélyt kell Even kérni. Even though you are a mature person. Még akkor is, hogyha valaki már felnőtt. Some people are driven every day to become someone. Másokat pedig minden nap az hajt, hogy valakivé váljanak. I like to be this and that person. Én szeretnék ilyen vagy olyan ember lenni. Movie star. Mondjuk mint egy filmcsillag. Or like that lady, some girls are saying the body, the shape. Vagy pedig lányok azt mondják, hogy én is úgy szeretnék éle, azt szeretném, hogyha az én alakom is olyan lenne, mint az övé. What is the purpose of life? Mi az életnek a célja? What is you driving you every day? Mi az, ami hajt bennünket minden nap? Let's see this quote. Nézzük meg a következő American poet Ralph Emerson said. Ralph Waldo Emerson a következőt mondta. The purpose of life is to be useful. Az élet célja, hogy hasznosak. To be honorable. Tiszteletre méltóak. To be compassionate. Együttérzőek legyünk. To have it make some difference that you have lived and lived well. Hogy jó hatása legyen az életünknek, és jó életet éljünk. Very good suggestion. Ezek nagyon jó tanácsok. The purpose is to get up in the morning and be useful today. Az az élet célja, hogy felkeljünk reggel, és valami hasznosat to tegyünk, hasznosak other legyünk. People. Hogy másoknak a szolgálatára Not legyünk. To be served all the time. Nem azért, hogy bennünket szolgáljanak állandóan. To be honorable. Hogy tiszteletre méltóak legyünk. And compassionate if you see some people in struggles. Hogyha látjuk, hogy valakinek küzdelmei vannak, legyünk együttérzőek. So on the question of what is the purpose of life? Tehát azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi az élet célja? Aristotle said. Arisztotelész a következőt mondta. Everybody look for telios, which is purpose. Mindenki keresi a telioszt, azaz a célt. The Greek word telios means purpose. A görög szó a telios azt jelenti, hogy cél. So Aristotle believes that we are looking for the purpose every moment. Arisztotelész tehát abban hitt, hogy minden nap, minden pillanatban az életünk célját keresünk. And he was promoting that people should be the seekers. És azt javasolta, hogy az emberek igenis ezt keressék tudatosan. Don't be satisfied what is the current situation. Ne elégedjünk meg a jelen helyzettel. Try to seek more and more the deeper meaning of your life. Próbáljunk meg egyre jobban és jobban megérteni, megismerni az életünk mélyebb jelentését. Don't just be happy. You have a roof over your head. Ne elégedjünk meg csupán azzal, hogyha tető van a fejünk felett. You have something on the table to eat. És van valami az asztalon, amit megehetünk. And some clothes to put on. És van ruhánk, amit felvehetünk, és akkor ennyi elég. Go deeper and understand what is the meaning or purpose of your life. Menjünk le mélyebbre, és próbáljuk meg megérteni, hogy mi az életünknek a célja. But this notion of telios, the purpose is was rejected by the modern science. Viszont a modern tudomány elutasította ezt az állítást, hogy igenis van célja az életnek. Charles Darwin, the English geologist in the 19th century said. Charles Darwin, az angol természettudós a 19. században azt mondta. All of us are involved in the natural selection.
hogy mindannyian részei vagyunk a természetes kiválasztódásnak. All everybody, all the creatures, not just human being. Minden teremt, tehát minden lény, nem csak az emberek. So if you're strong, aki tehát erős, physically strong, fizikailag mentally, erős, tehát mentálisan, so you will survive. Az túlél. If you're not strong, aki nem elég erős, you will pass away. Az valahogy így eltűnik. You will disappear. Az eltűnik. So we have a two opposite concepts. Úgyhogy itt van két egymással ellentétes purpose, elmélet, hogy van egy célja az életnek, purpose, amit megkereshetünk. And the other side is natural selection. A másik oldal viszont a természetes kiválasztódás. You can't do anything. Nem lehet tenni semmit. If you were born as an average person, you won't survive. Hogyha valaki átlagembernek született, az nem maradhat fenn. Let me tell you the story. Hadd mondjak el egy történetet. The story is about Isaac Newton, who in 17th century was at Cambridge University. A történet Isaac Newtonról szól, aki a 17. században a Cambridge-i egyetemen volt. He was studying nature, universe. Az egész világ mindenséget, a természet világát tanulmányozta. He was sitting in the wooden pew and learning more about the universe. Ott a fa padon foglalt helyet, és egyre többet és többet igyekezett megtudni a világegyetemről. And after the all these studies, the years of studies, he concluded. És a hosszú éveken át tartó tanulmányozás után a következtetése jutott. This most beautiful system of the sun, planets and comets. Ez a csodálatos rendszer, amiben benne van a nap, a különböző bolygók és az üstökösök. Could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. Pusztán egy, tehát ezek mind csak úgy jöhettek létre, annak a tanácsa és uralma alapján, aki intelligens, egy intelligens lény és mindenható lény tanácsa alapján jöhettek ezek létre. This being governs all things. Ez a lény az, aki irányít minden dolgot. Not as a soul of the world. Nem úgy, mint a világnak egy eleme, egy része. But as the Lord of all. Hanem aki mindenek felett úr. So basically as a scientist, mathematician and philosopher, he concluded. Tehát alapvetően ez a tudós, matematikus és filozófus a következő következtetésre jutott. Beyond all this universe. Hogy az egész világ mindenség mögött, all of this what is existing, mind a fölött, ami létezik, is an intelligent being. Van egy intelligens lény. And he was referring to God. És így Istenre utalt. So that's the beginning. Tehát ez a kezdet. Of all of us. Mindannyiunknak a kezdete. So we were created. Hogy Isten teremtett bennünket. So if you are created, so of course there is a purpose. Hogyha tehát valaki megteremtett bennünket, akkor van célja az you életünknek. See, the human being, az ember created this remote control. Teremtette meg, vagy hozta létre ezeket a távirányítókat. So there is a purpose for this equipment. Ennek a szerkentyűnek van egy célja. And we use quite a bit of equipment. És itt nagyon sokféle technikai berendezést használunk. It was created by man with a purpose. És ezeket az emberek hozták létre a meghatározott céllal. And if it's working, we are so happy. És hogyha minden jól működik, akkor olyan boldogok vagyunk. Can you imagine if these devices, I'm just a minor, a plain minor role in this program. I don't need to work today. El tudjuk azt képzelni, hogyha ez a kis távirányító azt mondaná, hogy nekem olyan kicsi szerepem van ma, én nem is fogok megtenni. So, mi lenne akkor? Newton realized that we were created for the purpose. Isaac Newton rádöbbent arra, hogy egy céllal lettünk megteremtve. Few centuries later. Néhány évszázaddal később. Cambridge University. Szintén a Cambridge-i egyetemen. Same classroom. Ugyanabban az osztályteremben, ugyanabban a teremben, ugyanabban a sorban. Same field of study. Ugyanazon a szakterületen. Studying universe. A világ mindenséget tanulmányoztam. Stephen Hawking. Stephen Hawking.
contemporary scientist. Aki egy mai tudós. After all these studies, he concluded. Minden a hosszú tanulmányai után a következő következtetést fogalmazta meg. I believe a month ago he said, I'm atheist. Azt hiszem, hogy még egy hónappal ezelőtt is úgy nyilatkozott, hogy ateista vagyok. There is no foundation to believe in God. Azt mondta, hogy nincs alapja annak, hogy hihetnénk Istenben. Same studies. Tehát ugyanazon a szakterületen, different perspective. De egész más perspektívából kiindult. A következőt mondta. The human race is just a chemical scum. Az emberi faj az pusztán egy kémiai hordalék. Hordalék. Mi? Én? No. Nem. And he said on a moderate sized planet. Ami egy ilyen közepes méretű bolygón vagy él. Orbiting around a very average star in the outer suburb of the among 100 billions of galaxies. És ez a közepes méretű bolygó egy nagyon átlagos méretű csillag körül forog, és a több száz milliárdnyi galaxis egyikének a külterületén. In a huge, never-ending universe. Egy hatalmas, soha véget nem érő világmindenségben. On a such a small planet. Olyan picike parányi bolygón. Somewhere there. Valahol ott. I am chemical scum. Ott vagyok egy ilyen kémiai hordalék. According to Stephen Hawking. Stephen Hawking szerint. Totally two views. Ez egészen két eltérő nézet. Contrast. Ellentétesek. The first one, there is a purpose. Az elsőnél van egy cél. You were created with a purpose. Isten egy céllal teremtett second meg. One, a másodikkal. You're nobody. Senki vagyunk. Theologian philosopher Robert Fuller says. Robert Fuller, aki teológus és filozófus, a következőt mondja. Spirituality exists wherever we struggle with the issue of how our lives fit into the greater cosmic scheme of things. A lelkiség ott van mindenütt, amikor azzal a kérdéssel küzdünk, hogyan illik bele az életünk a dolgok szélesebb kozmikus képébe. This is true even when our questions never give way to specific answers. Ez akkor is igaz, ha kérdéseink soha nem adnak szabad utat bizonyos válaszoknak. Or give rise to specific practices such as a prayer or meditation. És nem engednek teret bizonyos szokásoknak, mint amilyen az imádság vagy a meditálás. We encounter spiritual issues every time we wonder where the universe comes from. Lelki kérdésekkel akkor találkozunk mindig, amikor azon tűnődünk, honnan állt elő az univerzum. So if you think about universe, tehát, hogyha a világmindenségről gondolkodunk, huge, there is no end. Hatalmas, nagy és végtelen. I mean, all the time the scientists are discovering new planets. A tudósok folyamatosan újabb és újabb bolygókat fedeznek no fel. No planets, new solar systems. De nem csak bolygókat, hanem új naprendszereket. Not just solar systems. Nem csak naprendszereket. Milky systems. Hanem tejútrendszereket. There is no end. De egyszerűen nincs vége. When you think about this, hogyha erre gondolunk, which you hardly can think about that, amit igazából nem is tudunk felfogni, you cannot avoid then thinking about spirituality. Akkor egyszerűen nem kerülhetjük annak a kérdését, hogy a lelkiségről gondolkodjunk. Intelligent person behind all of this. Hogy ne gondoljunk arra, hogy minden mögött van egy intelligens lény. We always ask the question where we come from. Állandóan feltesszük a kérdést, hogy honnan why jöttünk. We are here. Miért vagyunk itt. Or what happens when we die. Vagy mi történik akkor, amikor meghalunk? We also become spiritual when we become moved by values such as beauty, love or creativity that seems to reveal a meaning or power beyond our visible world. Akkor is a lelkiség hatása alá kerülünk, amikor olyan értékek érintenek meg, mint a szépség, a szeretet vagy a kreativitás, amelyek mintha a látható világon túlmutató értelmet és erőt villantanának fel. An idea or practice is spiritual when it reveals our personal desire to establish a felt relationship with the deepest meanings or powers governing life. Egy gondolat vagy cselekmény akkor lelki, amikor felszínre hozza a belső vágyunkat, hogy érezhető kapcsolatot létesítsünk az életet igazgató legmélyebb szándékokkal és erőkkel. So if human being created this device, hogyha ezt a szerkezetet emberek alkották meg, or this microphone, vagy pedig ezt a mikrofont, and these two
devices are fulfilling the purpose. És ez a két szerkezet betölti a célját. Me as a creator. Akkor én mint egy teremtő. Develop relationship. Kapcsolatot tudok kialakítani. So there is a relationship between me and this device. Van kapcsolat közöttem és e között a szerkezet között. If I press the right button, it functions well. Hogyha megnyomom a megfelelő gombot, akkor ez helyesen működik. Of course, these devices are not intelligent. Természetesen ezek a készülékek, szerkezetek nem intelligensek. I have to use them in a proper way. Nekem kell megfelelő módon használnom But őket. But you and me, we are intelligent beings. Viszont önök és én intelligens lények so vagyunk. So we can relate to our God creator in an intelligent way. Ezért mi a teremtő Istenünkkel intelligens módon tudunk kapcsolatba lépni. So C.S. Lewis puts it well. C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. If the whole universe has no meaning. Ha az egész világegyetemnek nem lenne semmi értelme. We should never have found out that it has no meaning. Soha nem jöttünk volna rá, hogy nincs értelme. Just as if there were no light in the universe, and therefore no creatures with eyes. Éppen úgy, mintha nem lenne fény az univerzumban, nem lennének benne szemekkel rendelkező lények. We should never know it was dark. Akkor nem is tudnánk róla, hogy sötét van. Dark would be without meaning. A sötétnek nem lenne jelentősége. Deep philosophical expression how life can be meaningless. Ez nagyon mély filozófiai kifejezése annak, hogy hogyan lehet értelmetlen teljességgel az élet. If you don't believe there is a purpose. Hogyha nem hisz az ember abban, hogy van célja az életnek. And if you don't believe there is a purpose, you're in depression. Aki pedig nem hisz abban, hogy van célja az életnek, az depresszióba esik. And then esik. You take the pills to solve the problem. És akkor tablettákhoz folyamodik, hogy megoldja a problémát. For a couple of hours, you will solve the problem. Ez néhány órára megoldja Because talán you will a gondot. Sleep. Mert lehet, hogy alszik But tőle, what after? De mi jön utána? Okay, what the ancient book says? De vajon mit mond az ősi könyv? The Holy Bible. A Szent Biblia. There is a first statement. Van egy első megállapítás. We are God's masterpiece. Hogy mi Isten alkotása vagyunk. He has created us so we can do the good things. Tehát ő teremtett meg bennünket azért, hogy jó dolgokat tegyünk. Tehát az angol Bibliában úgy van, hogy Isten remek műve so vagyunk. We can do good things. Tehát mi jó dolgokat tehetünk. This is the purpose of life. Ez az életnek a célja. To do good things. Hogy jó dolgokat tegyünk. And we can do it. És megtehetünk jó dolgokat. Are you clear that our brain has a capacity? Tudtak róla, hogy az agyunknak van egy olyan képessége, to make in one second, hogy egy másodperc alatt 15,000 decisions. 15,000 döntést hozzon egy másodperc alatt. That's my capacity. Ez az én képességem. I even don't know what is happening in my body, in my brain. Én nem is tudok róla, hogy mi minden történik a testemben, az agyamban. I'm intelligent person. Én egy intelligens személy vagyok. I'm not like this device. Nem olyan vagyok, mint ez a távirányító. To be able to understand the complexity how brain functions, just think about driving the car. Hogy megértsük, hogy mennyire komplex, összetett az agynak a tevékenysége, gondoljunk az autóvezetésre you drive például. The car, vezetünk. You see what is happening. Látjuk, hogy mi történik. You read the signs. És látjuk a táblákat you see is. The color of lights. Látjuk, hogy milyen lámpa van, tehát milyen színen világít a lámpa. You're looking at the rear mirrors. A visszapillantó tükörbe is belenézünk. A két inside, oldal tükörbe belül is. Passing by cars. Különböző autók mellett elhaladunk. You talk to another person. Beszélgetünk valaki They are talking to you. Akik szintén beszélnek hozzánk. Telefonálunk. You are writing something. Valamit írunk. You are changing the gear. És közben sebességet váltunk. All of this. Mindezt meg Plus, tudjuk tenni. Plusz még. You had a good lunch. És mi jót ebédeltünk. So brain is taking care about digestion. És az agyunk irányítja az emésztés folyamatát, a vérnyomást is. Wife tells you something, blood pressure goes up. A feleségem mond valamit, ettől hirtelen felszökik a vérnyomásom. Go down, go down. Majd pedig az lejjebb megy. It's a complex Tehát nagyon, life. Nagyon komplex az élet, összetett. And the brain has a capacity to keep in order all of this. És az agyunknak megvan a kapacitása arra, hogy mindezről gondoskodjon. We have a skin.
A bőrünk például. You know, to keep us together. Az, ami összetart bennünket. And bonds to keep us, you know, standing. És a csontjaink, amik lehetővé teszik, hogy megálljunk. És az izmaink, ami a mozgásért. Our skin. Tehát most beszéljünk a bőrünkről. Has a capacity. A bőrünknek van egy olyan képessége. 1,000th part of the millimeter to feel it. Hogy a bőrünk képes megérezni egy olyan picit, mint ami egy milliméternek az egy ezred része. That's the capacity. Ilyen képességeink vannak. Do you think we came as an accident? Úgy gondolják, hogy véletlenül vagyunk csak itt. Oops, I was born. Hoppá, véletlenül megszülettem. No. Nem. I was born with the result as a masterpiece. Azért születtem meg, mert Istennek a mesterművei vagyunk, things. Hogy jó dolgokat tegyünk. 23 chromosomes from my father. 23 kromoszoma az édesapámtól. 23 chromosomes from my mother. 23 kromoszoma az édesanyámtól. Together. Összecsatlakoztak. Creating. És ebből létrejött. 3 billion characters. 3 milliárd karakter. That's my DNA. Ez az én DNS-em. This is the language of God. Ez az Isten nyelve, tehát ez az a nyelv, amit Isten használ. Do you want to read my DNA? Akarják olvasni az én DNS-emet? If you read one character in one second. Hogyha egy karaktert el tudnak olvasni egy másodperc alatt. You need. Akkor ehhez szükségük van. 96 years. 96 évre. Just to read my DNA. Csak ahhoz, hogy az én DNS-emet God's el tudják olvasni. About me. Isten nyelve, amivel engem kifejezett. And if you want to stretch that DNA, és hogyha ezt a DNS-t ki akarnánk nyújtani, it's not very long. Az nem túl hosszú. 3 billion characters. 3 milliárd karakter. In 1.8 meter. 1,8 méter hosszú. Ah, do you like this? Ez azért érdekes. I am more valuable than this device. Tehát nekem nagyobb értékem van, vagy én értékesebb vagyok, I have mint a purpose ez. In life. Mert van célja az életemnek. I am not a product of the oops accident. Én nem a véletlennek a terméke vagyok. Another Bible text says, the people I found myself that may broadcast my praise. Egy másik idézet pedig azt mondja, hogy az ember, akit magamnak teremtettem, az, hogy az én dicséretemet hirdesse. Broadcast television. Igen, tehát úgy, mint a tévé hirdesse, vagy hát God wants us to broadcast something. Isten azt akarja, hogy sugározzunk valamit. To broadcast his image. Hogy az ő képét sugározzuk. You know, when you know my mother, you will see my mother in my face. Hogyha ismernék az édesanyámat, akkor bizonyára felismernék az édesanyám vonásait az arcomban. She was a good storyteller. Ő nagyon jól tudott történeteket mesélni. So probably I got that from her. Úgyhogy minden bizonnyal ezt tőle örököltem. My father was a good leader. Az édesapám jó vezető volt. Organizer. Rendkívül jól tudott szervezni. So probably I got that from him. Minden bizonyal ezt tőle örököltem. So I'm reflecting, I'm broadcasting them. Én tehát őket tükrözöm, vagy mondjuk úgy, hogy őket sugárzom. So we are supposed to broadcast the image of God. Istennek az a terve, hogy az ő képét sugározzuk, hirdessük. We are like a trailers. Mi olyanok vagyunk, mint egy ilyen bemutató, ilyen reklám, videoklip. You know, every good movie is successful because the trailer, preview videoclip is a good one. Azok a filmek lesznek sikeresek, amelyeknek a trailerre, tehát ez a bemutató videoklip sorozata sikeres. In another place, Bible says, you saw me before I was born. Más helyen a Biblia azt mondja, hogy már születésem előtt láttál engem, tehát hogy Isten látott wow, már. Wow, God knew about me even before I was born. Na hát, Isten már a születésem előtt tudott rólam. On Friday evening, I share with you my story. Péntek este elmondtam a saját történetemet. My birth story. A születésem történetét. God knew everything. Isten mindent tudott. Even he responded to the request of my mother through the papers. Még arra is válaszolt Isten, tehát az anyukámnak a kérésére, amit a papírokon írt le. God can do in a very simple way when he talks to us. Isten nagyon egyszerű utat, módot választhat, amikor szólni akar hozzánk. He gave to all of us
identity. Isten mindannyiunknak adott bizonyos azonosságot, tehát we mindannyiunk. Are unique persons. Egyéniek, egyediek vagyunk. God is not cloning. Isten nem klónozott. Oh, sorry, I made a mistake, Miss Miroslav, I'll do another one. Jaj, hát most valami hibát követtem el Miroslav esetében, majd csinálok egy újat belőle. You know, we have a junk food. Hát nálunk van a junk food, illetve hát and az junk a yard for the scrape yard. Gyors ételek, igen. We have a junk yard for cars. Tehát ez, igen, angolban ez viszont úgy van, hogy ez a rossz étel, vagy ilyen szemététel, vannak ilyen roncstelepek, autó roncstelepek. And when people do something, amikor az emberek valamit tesznek, they can say, oops, I made a mistake. Akkor azt mondhatják, hogy hoppá, valami hibát that. Követtem el, és azt eldobják. No, God doesn't have a junk yard. Istennek nincsen ilyen szemetes szemét lerakó telepe. When he does, it's perfect. Amit Isten tesz, az tökéletes. And now you ask the question, what about me? Am I perfect, really? De akkor talán föltesszük a kérdést, hogy és mi a helyzet velem, én tökéletes volnék? Don't forget we are in the sinful conditions. Ne felejtsük el, hogy a bűnös világ körülményei között élünk. You know, if you are coming closer to the person who has a flu, hogyha valaki közel megy ahhoz, aki influenzás, you'll be infected. Akkor elkaphatja. The Bible tells the whole world is infected with the sin. A Bibliából megtudjuk, hogy az egész világot megfertőzte and a bűn. And that's reason we suffer and at the end we die. És ez az oka annak, hogy szenvedünk és végül meghalunk. So you have your identity. Tehát mindannyiunknak megvan a sajátos egyénisége. Egyediek vagyunk. You have your personality. Mindenkinek megvan a személyisége. No one is like you. Senki nem olyan, mint én. You have your spiritual gifts to serve other people. Megvannak a lelki ajándékaink, amelyekkel másokat szolgálhatunk. You have a special talents. Megvannak a saját talentumaink. So you can work and get some money to live. Amelyekkel dolgozhatunk és pénzt kereshetünk általuk. At the end you have experience. És végül is ott vannak a tapasztalataink. You're rich. Gazdagok vagyunk. You're special. Különlegesek vagyunk. You're not chemical scum. Nem ilyen kémiai hordaléknak you számítunk. You were created by God. Isten az, aki teremtett. Who holds this universe. Az egész világ mindenséggel együtt. So the great thing in this world is not so much where we stand. Ebben a világban nem az az igazán nagy dolog, hogy hol állunk, as in what direction we are moving. Hanem hogy milyen irányba haladunk. So my question to you is. A kérdésem a következő. You are who are watching us or who are in the hall? Azoktól kérdezem, akik az interneten néznek bennünket, illetve akik itt vannak. There is a choice of two. Kettő között lehet választani. You can be the plant flowering. Az ember lehet egy ilyen virágzó növény, fulfilling virág, the purpose. Amelyik beteljesíti a the célját. Purpose you were created. Azt a célt, amiért Isten megteremtett. Or you are plant without flowers. Vagy pedig lehetünk ilyen virágok is, amelyről hiányoznak and you a spend virág. All your tehát life, ilyen növények, amiről hiányzik a virág, és úgy tölthetjük el az egész you are életünket. Alive, életben vagyunk, but not good things. De nincsenek jó dolgok az you are életünkben. Not in helping other people. Nem segítünk más embereknek. There is no smell. Nincs illatunk. There is no color. Nincs színünk. There is no message here. Nincs üzenet. It's boring. Ez unalmas. Or you want to have a color. Vagy pedig azt akarjuk, hogy legyen ilyen színünk, legyen ilyen illatunk. To make people happy. Hogy boldoggá tegyük the az embereket. Is yours. Mindenki a sajátja a választás. To be this. Isten arra teremtett, hogy ilyenek legyünk. Maybe you are confused. Lehet, hogy összezavarodtak. And you spend every day like this. És a napjaikat így töltik. I'd like to invite you. Arra szeretném meghívni önöket. Think about this. Hogy gondoljanak erre. You're the masterpiece. Hogy mesterművek vagyunk. Created with a purpose. Isten céllal teremtett. To flourish. Azért, hogy virágozzunk. To make other people happy. Hogy másokat is boldoggá tegyünk. And to enjoy life every day. És minden nap élvezzük not az életet. Not without problems. Nem azt jelenti ez, hogy problémák nélkül. But you will go through the problems much easier. De sokkal könnyebben megyünk át a problémákon. If you know what is your purpose in life. Hogyha tudjuk, hogy mi az életünk célja. So just discover that. Tehát fedezzük ezt fel. And enjoy it. És élvezzük. Enjoy more one who created you. És élvezzük sokkal inkább azt, aki teremtett bennünket. And that's God. Aki Isten. Thank you very much. Nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen Miroszlávnak a ma esti előadást is, és újba lejött az idő arra, hogy megosszuk a gondolatainkat egymással. Szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy nyíljunk meg egymás előtt, hiszen az a kérdés, amit most felteszek, az igen személyes. Hogy megtaláltuk-e már az életünk célját? Meg tudjuk-e osztani egymással, hogy mi az, ami hajt minket, ami ösztönöz minket, mi a mi virágunk, amit ki tudunk virágoztatni? Ugyanezt kérdezem az internet elők ülőket is, és szólítom Pétert és Vikit, át is adom a szót. Köszönjük, a szót megkaptuk. Hát hasonló kérdéseket tettünk fel mi is, bár mi ezt a kérdést már az elején kicsit, mi már beszéltünk erről, úgyhogy más kérdéseket is próbáltunk feltenni. Így például. Na most azt tettük fel, hogy mi adja az élet értelmét. Legelőször is kaptunk erre egy idézetet Párhegyi Ferenctől, aki azt mondja, az élet igazi célja szüntelenül élni, hogy látva hitünket, küzdelmeinket, szenvedéseinket, hűségünket, reménységünket, álhatatosságunkat, Isten dicsősége ragyogjon fényesebben a világban, tehát hogy őt tükrözzük. Erre hasonlít a következő gondolat, amit kaptunk. Az életünk Isten ajándéka, ezért értékelnünk kell. Tőle kaptuk, és ő az, aki esetleg el is veheti tőlünk, írja egy kommentelő. Szóval volt egy másik kérdésünk is, hogy szerintetek milyen következménye van annak az általános közérzetünkre, a cél nélkül telik az életünk. Milyen hatása lesz ennek a családunkra, gyermekeinkre, stb. Hát itt elég hasonló válaszok jöttek. Öngyilkosságot vezethet depresszióhoz. Széthullik a család, tönkre mennek az emberi kapcsolatok, magány. Szétszórtság, tartós sikertelenség, megint írták, hogy depresszió. És amikor visszanézel, rájössz, hogy semmit nem értél el, ez vezet a depresszióhoz. Igen. Katalin azt írta, hogy a gyerekek bennünket másolnak, és ha a szülők céltalanul tengetik a mindennapjainkat, akkor nagy valószínűsége van, hogy a gyerekek is egy ilyen életformát fognak választani. Ez visszavezet az elején lévő beszélgetésünkhöz, hogy lehet kiemelkedni a nehéz sorsból. Igen, ez már is egy hátrány ad a következő generációnak. Ez is nagyon fontos. Aztán itt megjegyezte azt Gizu, hogy a célok azok biztonságérzetet is adnak, és jó értelembe vett önmegvalósításnak a részei. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ilyen célunk legyen. Tehát ugye az önmegvalósításunk sérülne meg akkor, hogyha nem lennének célok. Lehet, hogy menet közben mondjuk az életben az apró célokat változtatja, de mindig van egy határozott iránya, amifelé ő tart, és értelme van egyik napról a másiknak. Na, hát voltak még itt kérdések, melyiket szeretnéd kiemelni, Viki? Szerintem menjünk a következőre. Jó. És hagyjuk a pozitív válaszokat a végére. A legvégére. Hát milyen eredménye van annak, ha valaki azt fogadja el, ami manapság azt gondolom, hogy elég népszerű, hogy csak úgyis csak egyszer éljünk a mának. Attila azt írja, hogy üresség fog következni ezután. Tehát, miután az élvezetet a kívánságunknak eleget tettünk, utána... Igen, tehát az élvezetek megvannak, de utána megint csak, amit tegnap említettünk, másnap reggeli felébredés, tükörbenézés, az egy ürességérzést hozzá. Itt ezzel egybehangzóan írta valaki, Szabolcs, hogy lehet, hogy rövid távon szórakozás és jó érzés, de hosszú távon ez bizony egy lassú öngyilkosság. Ki kell használni az élet adta pozitív lehetőségeket, de sokan belebuknak így káros dolgokba. Ez alatt a jelmondat alatt, hogy na, most megcsinálom, mert ma van, ma csak egyszer van, holnap már másnap lesz. Éljünk tényleg úgy, hogy a mai nap szép legyen. Pont erről szól a következő kérdésünk, hogy mi volt az értelme az életünknek. Azt hiszem, hogy itt is arról van szó, hogy kihasználták az emberek, kihasználtátok ti az élet adta lehetőségeket, csak nem olyan értelemben. Mivel használták ki Attila, csetelőink? Attila tuját metszett, nyírt a füvet és eltakarította az ágakat. És úgy érzi, hogy ez egy fontos dolog volt a mai napon. Debora azt említette meg, hogy hazajött a tesóm, és találkoztam vele. Valaki rendet rakott a gondolataiban és a szobájában is. És bátorítást nyújtott valakinek, fejlődött. Igen. Na most Attila kommentelőnk összegezte is mindezeket.
leírta, hogy ezekben van az öröm, emberi kapcsolatok, természet, és még egy fontos szereplő. Tudjuk, ugye ki az. Köszönjük a csetet. Holnap is várjuk a hozzászólásokat. Pénteken. Jó, pénteken, igen. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Műsorunk következő részét október 10-én, pénteken 20 órától láthatják. Akkor arról fogunk beszélgetni, hogy érdemes-e megbocsátani azoknak, akik megbántottak minket. Legyenek akkor is a vendégünk, és hívjanak magukhoz is vendéget, és töltsünk együtt el egy kellemes estét. Jó éjszakát kívánok!